Mennyi atyánk a názet Jézus hatalmas nevében a jelenlétedbe megyünk, és elismerjük, hogy Te vagy az igaz Isten. Rajtad kívül nincsen más Isten, mert te teremted a, a, te a mennyet, a földet és mindazokat, amely ezekben vannak, és nagyon hálásak vagyunk, Uram, hogy az utolsó időkben, a Te fiadat a mesiást a Krisztust, elküldted a földre és felruháztad emberi természettel. Majd felkentett szent élekkel és erővel. Aki Galileában, Júdeában széjjel járt, hirdette a zsinagógákban és településeken Isten országának az evangéliumát. Majd magára vette mindannyiunk bűneit és védkeit, fölvitte azt a Golgotára, és meghalt helyettünk. És köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy elszenvedted mindazokat a büntetéseket, amelyek minket illetett volna. De azért, hogy megszabadítsál bennünket a pokolból, a sátának a hatalmából, a romlott természeteinkből, bűneinkből, vétkeinkből. Nagyon hálásak vagyunk neked, Uram, hogy föltámadtál a halálból, és lehetővé tetted számunkra, hogy Istennek az igazságát befogadjuk. És higgyünk abban, hogy te vagy az élet, te vagy a föltámadás, te vagy az igazság, és te vagy az út. És senki nem mehet az Atyához, csak te általad, mert nem adatott egyetlen egy név sem az ég alatt az embereknek, csak a te neved, amelyben van üdvössége minden embernek, aki hisz a te nevedben, és segítségül hívja azt a mai napon is, Uram, én segítségül hívom a te nevedet minden nézőre, hallgatóra, kélek áld meg őket, a názati Jézus nevét dicsőíts meg az életükben. Te ismered mindenkinek a szükségeit, és az a kérésem, hogy érints meg őket a Szent Élek erejével, és rombol le az életükbe azokat az akadályokat, gátakat, amely akadályozza őket Istenek a megismerésében, a názeti Jézus Krisztussal való kapcsolatfelvételben és a szent élekkel való betöltekezésben, és szellemben való járásban, és szellemben való életben. Uram, Te hatalmas vagy, és a kezed nem rövidült meg. Kérünk, Uram, avatkozzál be azoknak az életében, akik most ezekben a percekben is betegségektől szenvednek. Ériz meg őket a gyógyító erőddel, és a názeti Jézus nevében én megparancsolok minden betegségnek, a betegség szellemeinek, a rák előidéző gonosz szellemnek, koronavírust előidéző és hordozó gonosz szellemeknek, halál szellemének, pokol szellemének, hogy a názati Jézus hatalmas nevében hagyd el őket, hagyd el a testüket, a názati Jézus Krisztus hatalmas nevében, legyetek áldottak, erősek, egészségesek. Az Úr Jézus Krisztus hatalmas kegyelme, gyógyító ereje töltsön be benneteket, és járja át a beteg testrészeteket, belső szerveiteket, testrészeiteket, a mi úrunk Jézus Krisztus hatalmas nevében, amely név áldott most is, mindörökké. Amen. A mai összevetelünkön egy nagyon ismert bibliai történetet fogok felolvasni legelőször is, és ezzel a történettel elsősorban szeretnélek bátorítani arra, hogy ilyen nehéz körülmények között sem tagadjátok meg az Úr Jézus Kisztusnak az elhívását, kegyelmét, mert az Úr hűséges, és egészen biztos, hogy ő benne már megvan a, ebből a nehéz helyzetből a kijövetelnek a terve. És e, soha nem hagyja Isten az ő gyermekeit cserben. Ha beenged bennünket egy nehézségbe, kísértésbe, akár krízis helyzetben, akkor, akkor az azt jelenti, hogy az Úr nagyobb kegyelemmel akarja meglátogatni az életünket. Ezért továbbra is figyeljünk a názeti Jézus Krisztusra és Istenek a beszédére. És egy olyan tanulságos történetet fogok felolvasni, amely egy testvérpárról szól, ikrekről szól. Az egyik nem értékelte az Istenek az áldását, a másik ugyan nem volt közvetlenül örököse Istenek az áldására, de nagyon vágyakozott arra, hogy ezt megnyerje azt gondolom már tudjátok, hogy kikről van szó. Igen, Ézsauról és Jákobról. Egy Mózes 25. fejezetéből fogom felolvasni az ide vonatkozó történetet a 27. verszaktól. És fölnövekedének a gyermekek. És Ézsau vadászathoz értő mezei ember volt, Jákob pedig szelid ember, sátorba lakozó. Szereti vele vala azért Izsák és a úcs. Mert szája izen szerint volt a vad, a Rebeka pedig szereti vala Jákobot. Jákob egyszer valami főzeléket főzött, és Ézsau megjövén a mező, elfáradva a mezőről. Mondja Ézsau Jákobnak, Engedd, hogy elsem a veres ételedből, mert fárad vagyok. Azért nevezék a nevét Edomnak. Jákob pedig mondja, add el hát nekem azonnal a te első szülötségedet. És mondta Ésaú: ime én halni járok. Mire való hát nekem az én első szülötségem? És mondta Jákob, esküdjél meg hát nekem azonnal és megesküvék néki, és eladá az ő első szülöttségét. És akkor Jákob ad a kenyeret, főt lencsét, evett, ivott, fölkelt és elment. Így veté meg Ézsau az első szülöttséget. Tehát ez a Biblia történet is jelzi, hogy az emberek több csoportba tartoznak és a különbséget általában ember és ember között az adja, az hozza létre, legalábbis a lényegi különbségeket, hogy hogyan viszonyulnak Istenek az ígéretéhez, a szövetségekhez. És ez a történet be beszámolt egy iker párról, Ézsauról és Jákobról, és az egyikről azt írja, hogy Ézsau mezei ember volt, Jákob pedig sátorban lakozó. Ez egy életvitelt is tartalmaz, és egyben világnézetet is sugal ez a kifejezés. Ézsau azt jelenti, mint mezei ember, hogy többnyire a zsákmány után futkározott, és a szemléletét Többnyire a látható dolgok, érzéki dolgok töltötték le, és ahogy látjuk, a, az étellel kapcsolatosan, amikor meglátta, és nyilván az illatát is megéreztem, ez mutatja, hogy a vágyainak való engedelmesség a sokkal fontosabb volt, mint az a elsőszülöttségi jog, amiben ő beleszületett, mert ő volt az első Jákobbal szemben, mert ő hagyta, ő nyitotta meg az anyjának a méhét, és így megnyerte az első jogot. A pálapostól is többféle csoportra oszta az embereket, azért szeretnék utalni, mert jobban meg lehet érteni, E két testvér természete közötti különbséget. Pálaposulap a leveleiben három csoportra oszta az embereket. Az első a pszichai ember, vagy lelki ember, ez a természetes ember, aki a természetéből fakadóan lehet értelmes, intelligens, művelt is, de alapvetően az Isten igényének a szellemi tartalma, legalábbis teljes körüljön, el van rejtve előle. Például az evangéliumnak a világossága is el van rejtve előle. Ezért mondja Pál apostol, hogy a lelki emberek számára Isten dolgai vagy a szellemnek a dolgai bolondságok. Tehát nem értik meg, nem fogják föl. A másik kategória szellemi ember vagy pneumatikus ember. A szellemi embernek a fő jellemzője először is, hogy Istentől újjá született, tehát a halott szelleme meg van elevenedve az Úrnak a kegyelme által. Második, hogy betöltekezett szent lélekkel, harmadik, vagy szent szellemmel, harmadik pedig, hogy szellemben él és szellemben jár. Ezek a szellemi emberek, akik a Kegyelem által, természetesen nem a maguk képessége által, de nyilván a kegyelemmel való hittel való együttműködés következtében a szellemük érzékenyé vált, és sőt a felfogó képességük is megelevenedett, és ennek következtében a láthatatlan, örökkévaló dolgokat, a menyei dolgokat képesek fölfogni, sőt annak a valóságára tudnak támaszkodni. A harmadik a testi ember a Pálapostól ezt a kifejezést olyan keresztényekre vonatkoztatja, akik ugyan újjászülettek, de mégis testi módon élnek. Ugye például egy korintus belérkezét levélben így beszél a korintusiakhoz, hogy még mivel, hogy veszekedtek, viszály van, ellenségeskedés, pártoskodás van közöttük, tetek, ezért testi emberek vagytok, és a tejnek italára van még most is szükségetek, vagyis azt jelenti, hogy csak egyszerű keresztény igazságokat képesek befogadni. És természetesen más csoportok is találhatóak, másféle felosztások is találhatók a Bibliában. De ez ugye jelzi azt, hogy az Istenek a dolgait ki tudja fölfogni, ki nem tudja felfogni, bár néha úgy tűnik, mintha Isten determinálná az embert, de szó nincs erről, mert egyébként az ember magatartásának, illetve Istenhez való viszonyulásában, viszonyulásának jelentős szerepe van, hogy az Istenek a kegyelme és szelleme át tudja járni a szellemünket, a lelkünket, vagy pedig nem. És Aunár tehát az volt a probléma, hogy szemben Jákobban nem nagyon ült le, nem nagyon telepedett le Istenek a jelenlétébe, mert Jákobról azt olvassuk, hogy sátorlakó ember volt. A Bibliában a sátor az Istennel való együttlétet, az Isten jelenlétében való időzést is jelenti. Ugyan Jákob nem örökölte meg a természetes származásából fakadóan az első jogot, de viszont nagyon vágyakozott rá. És Ézsau megörökölte, benne volt az első jogban, de egyszerűen nem tudta azt értékelni, nem fogta föl annak a jelentőségét, és ennek nyilvánvalóan az volt az oka, hogy a világ szemlélete, világnézete és ezen alapuló életvitele kizárólag a látható dolgokra irányult, és érdektelen maradt számára a láthatatlan mennyei dolgok. Egyébként most arra nincs, nem akarok rátérni, csak a lényegére, hogy mit is jelent az elsőszülöttségi jog, hogy mi is volt, -e, miért is volt ez, rendkívül fontos Ézsaunak, de uh, lett volna fontos Ézsaunak, de Jákob ugye erre vágyakozott. Elsősorban a rangot jelent az elsőszülöttségi jog az Ószövetségben. Persze az Ároni papságnak a megjelenése után uh, 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 a fejlődött az elsőszülöttségi jog, de most mi a teljes uh, a körét, hatáskörét, illetve a kompetenciáját nem akarjuk vizsgálni, hanem a lényegét. Hogy Valójában itt az Ábrahám, arról volt szó, hogy ki örökli Ábrahámnak a, a, az ígéretét, illetve Ábrahámnak az áldását. Illetve még egy ígéretről beszélünk, az ős evangéliumról, amit bűnbeeséskor mondott Isten, hogy a kigyónak a fejére fog taposni az asszonynak a magja, és ugye ez ígéret volt, és ezt mindig a családfők örökölték meg. És azok, akik ezt a, úgymond, elsőszülöttségi jog révén megörökölték ezt az ígéretet, plusz az Ábrahámnak adott ígéretet, azok bekerültek a mesiásnak a családfájába. Tehát valójában az első elsőszülöttségi jog, az ígéretekről szólt, és az ígéreteknek az áldásáról szólt, de ennél többről is szólt, magáról a mesiásnak a személyéről. Aki az első szülötségi jogot, például Ézsau, elfogadta volna, akkor ő került volna bele a mesiásnak a családfájába, és nem Jákob. De elképesztő így most hívőként ezt látni egy embernél, hogy micsoda óriási, csodálatos a lehetőségbe élt, és mégis az érzéki életvezetése és materialista világnézete megfosztotta őt ettől, hogy az elsőszülöttségi jognak a jelentőségére, értékére fölébredjen, és ezzel kapcsolatosan olyan életvitelt alakítson ki, amelynek következtében őről róla bebizonyosodik, hogy hiteles hiteles örököse az elsőszülöttségi jognak. Ugyanis a Biblia világossá teszi az Ószövetségben, hogy bűn miatt el veszíteni az elsőszülöttségi jogot. És Jákob pedig nagyon vágyott erre. Az egy más kérdés, hogy nem tisztességes eszközökkel szerezte meg, de ezt majd később Isten ezt nála ledolgozta, legyalulta a természetében, de azért értékelni kell Jákobot, hogy teljes mértékben tisztában volt azzal, hogy mit jelent az Ábrahámmal kötött szövetségének örököséként élni, és megnyerni azokat az ígéreteket, és az ígéreteknek a megvalósulását, amit Isten megígért Ábrahámnak. És mivel, hogy Ézsau ezt nem, nem értékelte, mert az életvitele olyan volt, ugye most is, ahogy ez a történet tartalmazza, hogy nagyon fáradtan, vagyis az, az eredeti kifejezés azt is jelenti, hogy gyengén, kifáradtan érkezett vissza az erdőből, és el volt csigázva a lelke és a szelleme, és ez tanulság, hogyha el van csigázva a léle, akkor az emberen csak kicsi kegyelem van, a kegyelem fogy az emberről, és ráadásul, hogyha az keserűséggel és frusztráltsággal társul, akkor nagyon hajlamos az ember a vágyaira támaszkodni, és a vágyainak a kielégítését és betöltését helyezni az életvitelének a középpontjába. Ha így élsz, akkor csak egy gyenge kegyelem tud működni az életedben, de ha olyan vágyakozásod van, mint Jákobban, de és ráadásul hitáltal veszel Jézus Krisztustól kegyelmet, nem csalással, lopással, hanem hitáltal, akkor természetesen a szellemben élsz, szellemben jársz, és az ígéreteknek örököse leszel. De mielőtt elle rátérnénk, nagyon fontos a názati Jézus Krisztusnak a szerepét is látni ebben. Ugyanis a Biblia is ő elsőszülöttnek mondja, két kulcs kifejezés van a názeti Jézus Krisztussal kapcsolatosan, hogy egy szülött. Ez azt jelenti, hogy egyetlen egy olyan személy, aki az atyától született. Kérdezhetett tőlem, miért a Szent Élek nem? A Szent Élek nem született, hanem a Szent Élek az kiárat ki származott az atyától. De a fiú, a Krisztus az atyától született, ami azt jelenti, hogy az atyának a természete reprodukálódott benne. És ezért egyszülött. De a Biblia nem csak egyszülöttnek mondja názati Jézus Krisztust, hanem elsőszülöttnek. És ezt legalább három értelemben használja a Biblia. Na nézzük meg az új szövetségben, hogy milyen értelemben szerepel például a Kolosse beléjelkezési levél első fejezetében a názati Jézus Krisztussal kapcsolatban az első szülöttség. Talán kicsit elvontnak tűnik az üzenet, vagy amiről beszélünk, de ez nagyon gyakorlati. Dolgokról szól. Arról szól, hogy hogy tudsz az életedben áldott lenni, egyrészt áldást szerezni, és hogyan tudsz az áldásban növekedni, hogy az életedben, a földi életedben is sikeres legyél, győztes legyél, plusz a, 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 földi élet befejezés után megnyerd az örök életet véglegesen, és az Úrral együtt tudjál élni. Ugye ez az elhívásunknak az legalapvetőbb célja, hogy a názeti Jézus Kisussal tudjunk élni, és ahhoz, hogy Jézus Krisztussal éljünk az örökké valóságban, már itt a földi életben is együtt kell velük élni. Ahhoz, hogy együtt éljünk, azt újra elmondom, többször is elmondtam, együtt vele meg kell halni, együtt vele el kell temetkezni, együtt vele fel kell támadni, és ebből származik a vele való együtt élet. És Jézus Krisztussal való együtt élesz az áldás. És ez az, ez az, amit ugyan Jákob megsejtett, ő konkrétan nem tudta, hogy ki a mesiás, de egészen biztos, hogy tisztában voltak az Ábrahámtól örökölt szövetség miatt, hogy ez az egész áldás, amit ő szeretett volna megszerezni, az egy személlyel áll összefüggésben, az Ábrahámnak a magjával és egészen biztos, hogy Jákob tisztában volt azzal, hogy Isten milyen ígéreteket adott Ábrahámnak, mert Izsák ezt hűségesen átadta a fiainak, de az egyik fia ezt az üzenetet egész biztos csak véghallgatta, de nem hitt benne. De mikor Jákob hallgatta, és lehet, hogy éppen Izsák a mondta, hogy az Ábrahámnak mit ígért Isten, hogy áldott leszel, áldás leszel, áldott leszel, és a te, te benned fognak a nemzetek megáldani. É, átkozott, aki téged átkoz, áldott lesz, aki téged állt, az Úr neked odadja a földet egészen Eufratesztől a Nilusig, és így tovább királyok fognak származni tőled, nemzetek fognak származni tőled. Ahogy ezt Izsák hirdette Ézsaunak. Ézsáú hallgatta, de igazából valószínű, hogy a lelkében, elméjében az volt, hogy már hagyja abba az Izs a, 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 Izsák ezt a beszédet, és hogy mehessek vadászni. Jákob meg ott ült a sátorba, és hallgatta egészen biztos, a hitbeszédét, beszédét, amit az anyja is hirdetett neki, és ennek következtében a, egészen biztos, hogy Jákobban hit volt. A hit pedig a hallásból származik, a hallás pedig Istennek az igének a hirdetéséből, vagyis az ígéreteknek a hirdetéséből. És a, a názeti Jézus Kisztusban testesült meg a mesiás, és a kolosebb belélkezett levélben, a názeti Jézus Krisztusról beszél, Pálapostól, mint első szülöttről. Következőt állítja róla, aki kép a 15. verszaktól, aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtmény első szülöttje, gyorsan átlapozok a Szentpál Akadémiára fordítására is, ott úgy szerepel ez a kulcs kifejezés, hogy ez egész teremtés első, első szülöttje, mert valóban az eredetiben ez a kifejezés szerepel az első szülött, tehát az egész teremtés első szülöttje, mert ő benne teremtetett mindent, ami van, a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek és akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa és őre nézve teremtettek. És ő elő volt mindennél. Minden ő benne áll fenn. És az ő feje, és ő a feje a testnek, az egyháznak, aki a kezdett, és itt is elsőszülött, a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Tehát két értelemben használja itt Pálapostól a názati Jézus Krisztusnak az első szülöttségét. És egyben ugye tartalmazza a rangját is. Ugyanis nem csak arról van szó az első szülöttségről názati Jézus Krisztussal kapcsolatosan, hogy a születése megelőzött mindent, ez is benne foglaltatik, hogy időben, persze ő örökké valóságban született, hogy minden megelőzött, és mindennél előbb volt. De itt kifejti pontosan pálapostól, hogy ez rangot, hatalmat jelentett a Názát Jézus Krisztussal kapcsolatosan. a, a, a első elsőszülöttség, azt jelentette, hogy ő benne lett teremtve minden a mennyekben és a Földön, vagyis azt mondja itt Pálapostól, hogy miután a mesiás megszületett, mint a, keze a munkájának a kezdete az első szülött, utána az Atya mindent ő benne, ő általa és őreje nézően teremtett, hogy így biztosítsa az egész univerzum fölött az első szülöttnek a hatalmát és ennek következtében az egész világmindenség, mert a kezdetektől fogva alá volt neki rendelve. És itt nem csak fizikai világra kell gondolni, hanem mennyire, szellemi lényekre, angyalokra, láthatókra, láthatatlanokra, királyi székekre, úrasságokra, fejedelemségekre, hatalmasságokra, vagyis mindenre, mindennél elő volt tehát a Krisztus. Ez az első legfontosabb, hogy az első szülőségére, e, 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 ha gondolunk, akkor a rangját, a hatalmát, az előjogát messze menőkig figyelembe kell venni és tisztelni kell, és ezért tartozunk az Úrnak is tisztelettel, dicsérettel, sőt imádattal. Következő, amit Pálapostól mond, hogy a halottak között is elsőszülött. szülött. Ugyan támadtak föl emberek halálból, de mindenki utána halandó életet élt, és befejeződött a létezésük a Földön. De a názeti Jézus Krisztus valóságosan meghalt, eltemették, föltámadott, de ő egy, nem, egy halandó életre támadott föl, hanem halhatatlan és örökkévaló életre. Ezért ő az első szülöttje a halottaknak. Vagyis mit jelent? Hogy fogják követni őt többen, mindannyian pontosabban, jó és rossz emberek egyaránt. De mindenkinek tudnia kell, hogy az a ázárti Jézus Krisztus a föltámadásban első szülött, de nem csak időben támadt föl legelőször hanem ugyanígy erre a tisztségére is vonatkozik a hatalma, hogy neki adatott meg az a hatalom, hogy mi, mi, minden test fölött, ugye, ahogy mondja a János apostol, hogy mindenkit föltámaszt, Jézus Krisztus, az igazakat az örök életre, testben, a, és a, a gonosz emberekre pedig az örök kárhozatra, szintén testben. És ez igazából a keresztény reménységnek az alapja, amit vár a keresztények, természetesen legelőször is egy keresztény ember azért keresztény, mert arra teszi az életét, hogy ő ne a gonoszok föltámadásakor részesüljön a föltámadásban, hanem amikor az igazak támadnak föl, akkor támadjon föl, mert az biztosítja számára csak, hogy örökké együtt éljen az Úrral, és ilyen módon az ígéreteknek legyen ő is egyben, az első szülöttben örökös. Másképpen nem tudjuk örökölni. Tehát az újszövetségi hívők kizárólag a názáti Jézus Krisztusban tudják örökölni az Ábrahámnak az ígéreteit. Ezért mondja Isten igéje, hogy az ígéretek ő benne lettek igenné és ámenné. Vaj, és ezért jelent meg a názeti Jézus Krisztusban az igazságnak és a kegyelemnek a teljessége és ezért van lehetőségünk, mert hogy ne kicsi kegyelemmel éljünk keserűen, hanem fokozatosan egyre több kegyelemmel telje meg az életünk, hogy az életünk már itt a földi életben ne keserűségben, ne szomorúságban, bánatban teljen el, hanem Istennek az örömében, a szent éleknek az örömében, ahogy Isten mondja, hogy Isten országa igazság, békesség szent élektől való öröm. Dicsőség Istennek, hogy erre hívott el tégedet Isten, és azt akarja Isten, és azt mondja neked, hogy tanuljál Ézsarunak a példájából, nevesd meg az elsőszülöttet, Nevezd meg annak a rangját és hatalmát, és nevezd meg azokat az ígéreteket, amelyet a názati Jézus Krisztusban már megkaptál, illetve tiéd lehetnek ezért vagy hívték, ha nem volt még kapcsolatot Istennel, az evangélium által hívtégedet, hogy béküljél meg az Istennel, térjél meg a bűneidből, hitetlenségedből, vagy pedig, hogyha már megtértél, de továbbra is ézsauként élsz, testi módon, akkor azt mondja az Isten, hogy ezt az életmódodat ne folytasd, mert kicsi a kegyelem az életedben, és emiatt mivel, hogy a vágyaid után futkározol, egyre több keserűség és csalódás fog érni az életedben, és ez a emészi a szívedben, lelkedben azt a kegyelmet, ami van ed, er, jelen pillanatban benned. És Isten ezt nem akarja. És mindegyikünknek arra kell törekedni, hogy minél több kegyelem legyen az életünkben. Mert nem a magunk erejével és tehetségével tudunk megmaradni az való közösségben, hanem az ő kegyelme által. De nyilvánvalóan, ahogy a kegyelemről eh, tudjuk, hogy Istenek egy ingyen, ki nem érdemelt ajándéka, amit soha nem fogunk kiérdemelni, előtte se érdemeltük ki, és utána se kell törekedni arra, hogy kiérdemeljük, de nagyon fontos, hogy részünkről hittel viszonyuljunk az Istenek az ígéreteihez, amelyen keresztül jön be az én és a te életedben is Istenek az áldása. A hitről pedig azt mondja Isten igéje, hogy cselekedetek nélkül halott. Tehát ezért a cselekedeteiddel tudod kifejezni igazából, hogy az Istenhez hogy, milyen a függőséget. És úgy fejezte ki, hogy eladta esküvel ráadásul az első szülötségi jogát, tehát, hogy megesküdött, nem tartalmazza a Biblia az eskü szövegét, de egészen biztos, hogy, hogy megesküdött rá, hogy átadja, és nem kell neki. Mert ugye az a mondata, hogy minek nekem az első szülöttség, mit kezdjek vele, hogyha halni járok, ez a mondata mindent elárul Ézsauról hogy egyáltalán figyelmen kívül hagyta. Semmit nem jelentett neki Ábrahámmal, adott, Ábrahámmal, kötött szövetség, nem jelentett semmit neki az, hogy a te magodban, pedig Ésa ugye az ő magja volt, és természetes származása szerint elsőszülött volt, nem jelentett mégse semmit neki, hogy ő lesz az Ábrahámnak a aktuális magja, akire rászáll az Ábrahámnak az áldása, és ugyanolyan áldott, sikeres ember tud lenni ezáltal, Istennek a kegyelméből, áldásából, ha az ígéretekbe hisz. És ugye a cselekedete kifejezte a hitetlenségét, ezért mondja Isten igéje, az Isten, hogy istentelen volt, hogy Isten nélkül élt, valóságosan nem volt benne az Isten bevetett hit. Ben volt a családba, egy szent családba élt. Olyan családba élt, hogy mindenki hívő volt. De ő élvezte ennek a családnak az áldásait, a közösségnek, a izsáknak, Ábrámnak az áldását élvezte, de az első szülőséget elveszítette, és ráadásul utána el is szakadt a családjától, és egészen más család alapításba, más kultúrába lépett be. Nem kellett neki az ábrahámi kultúra és annak az, annak az öröksége, a hitetlensége miatt. Isten ezért figyelmeztet bennünket, hogy vigyázzunk, ne legyen kemény a szívünk, hanem a hitet őrizzük meg és harcoljuk meg, a hitnek a nemes harcát. Mert a hit az, ami összeköti a szellemünket a láthatatlan dolgokkal. A bibliai hit által tudjuk a láthatatlan dolgokat megjelen, megragadni, mert a Istennek a láthatatlan dolgai azok szellemi valóságok, és ezt csak szellemünkkel tudjuk megragadni, és a szellemünket és az Istennek a szellemi birodalmát csak a hit tudja összekötni, az, amikor az Istennek a beszédébe, beszédébe hiszünk, mert Istennek a beszédet tartalmazza, az Istenek a dolgait. Az Istenek a beszédébe benne vannak a dolgok. És amikor hittel befogadjuk a szívünkbe, akkor azok a dolgok elkezdenek bennünk élni. De ha csak értelemmel fogadjuk el az Istenek az igéjét, akkor természetesen az Istenek a dolgai nem fognak az életünkben valóságvá válni. És ez a nagy tanulsága, Ézsau és Jákobbal kapcsolatosan, hogy ugyanaz a család, ugyanazok a szülők, a, a istenfélő Izsák, istenfélő feleség, a Ábrahám a, a, a is, ugye, amilyen áldás jelentett számunkra, mind a kettő számukra, számára, de mégse az egyik nem tudott ebből igazából profitálni, hasznot húzni. A másik akinek ugyan hátrányos helyz, helyzete volt a születéséből fakadóan, mégis ő profitált, mert Isten Izsák helyére állította, éppen azért, mert Jákob hit Istennek az igéjében, hit az Ábrahámmal kötött szövetségben, hit az ígéretekben. Ma az új szövetségi hívőknek ez a viszonyulása a názati Jézus Krisztushoz kell, hogy irányuljon, mert a názerti Jézus Krisztus az Ábrámnak a magja. Ő föltámadott, élő, személy, örökkön örökké él, éppen a halottak között, hogy első szülött, pontosan ezt jelenti, hogy él. És éppen ezért ő hozzá való viszonyulásból tudjuk megnyerni Istennek az ígéretét, Istennek a kegyelmi ajándékait, amelyek az életünket áldottá és sikeressé és győztessé tudja tenni. Nem véletlenül Pálapostól a zsidókhoz írt levélben okulásképpen utal Ézsa Ura, erre szeretnék most lapozni, a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéhez, a 15. versszaktól olvasom Istenek az igéjét. Következőt tartalmazza, tehát vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon. Nehogy a keserűségnek bármány gyökere fölnöke, fölnövekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta első szülődségi jogát, mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett, mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könyhullatással kereste az áldást. 15. verszak első szakaszára szeretném a figyelmeteket terelni, amely a Károli Gáspár úgy fordítja hogy vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon. De az is jó áldás, ső, talán, vagy fordítás, talán hasznosabb is, hogy figyeljetek arra, hogy senki ne szenvedjen hiányt Isten kegyelmében. És utána folytatja, hogy nehogy keserűség gyökere fölnövekedve zavart okozzon, és sokan bemocskolódjanak általa tehát a kegyelemben való hiány. Ugyanis újra ismétlem, hogy a názati Jézus Krisztussal a kegyelemnek a teljessége jelent meg a látható világban, és a bennybe után nem húzta le Isten a sorompót a kegyelem kiáradása előtt, sőt, felhúzta a Szent Éleknek a elküldése és kiárasztásának következtében. És ezért hangsúlyozza János az Evangélium első fejezetében nem csak azt, hogy a kegyelemnek a teljessége Jézus Krisztusban jelent meg, hanem azt is hangsúlyozza, hogy egy hívő folyamatosan vehet tőle, vehet Jézus Krisztustól kegyelmet, kegyelem A kegyelem az valóság. Tehát nem csak egy köszöntés jelent, például amit a keresztények, vagy a most már kulturális, szokás is lett, hogy kegyelmet kívánnak az emberek egymásnak, akár húsvétkor, vagy karácsonykor. Persze jó kívánság ez, de a, valós, a kegyelem az valóság. Az az Istenek a dolgait, valóságait tartalmazza, azokat a menyei dolgokat, amelyeket Jézus Krisztus, mint főpap, megszerzett az atyától, az engesztelő áldozata és föltámadása által, és ezek fölött a javak fölött rendelkezik fönn a mennyekbe. És mivel a názati Jézus Krisztus azért főpap, hogy bennünket, embereket Isten előtt köz, Isten pedig előtt közvet képviseli, vagy felénk képviseli, és most erre a területre szeretnék elsősorban hangsúlyt tenni, hogy hogyan képviseli a názeti Jézus Krisztus felénk az atyát és az atyának a dolgait, hogy az Isten országára tartozó örvendetes dolgokat, hogy pálapostól lesz mondja, úgyhogy ajándékokat oszt. Ajándékokat oszt meg azokkal az emberekkel, akik Isten szeretik. Ahogy Isten igéje mondja, hogy az Isten az őt szeretők számára olyan ajándékokat készített, amelyet szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt. Tehát Jézus Krisztus az atyánál, mint főpapunk azért van ott, hogy természetesen az engesztő áldozatára figyeljünk, mert ahogy említettem az előző adásban, a názati Jézus Krisztussal, illetve Istennel való kapcsolatfelvétel csak a názárti Jézus Krisztus halála által tud megtörténni. Más formája és lehetőség Isten való kapcsolatban, vagy Isten jelenlétében való bekerülésnek nincsen. Tudom, hogy beszélnek az emberek, hogy lehet másképpen is Istennel kapcsolatba kerülni, de azok emberi utak, és semmiféleképpen nem éri el az Isten keresés a célját. Mert egy dolog, hogy keresed Istent, de nagyon fontos, hogy a célja is megvalósuljon az életedben. Az Isten keresésnek a céljai a názati Jézus Krisztusban képesek megvalósulni, abban az esetben, hogyha a legalapvetőbb igazságát a megváltásának és üdvözítő munkájának elfogadod, befogadod a szívedben, és ezzel kapcsolatosan is hitben érsz. Az, hogy Jézus Krisztus te miattad, én, én miattam is bűnítette magát. És emiatt a bűn miatt, hogy magát e, a, a tette, azonosult a bűnösségünkkel, az én bűnösségemmel, a te bűnösségeddel, sőt a bűneidet és az én bűneimet is magára vette, emiatt halt meg. És az első közelítés Istenhez az, hogy ezt a tényt elfogadom. Ezért az új szövetségi hit némiképpen a, legalábbis a hangsúlya módosult, a tartoma természetesen nem, de nyilvánvalóan sokkal konkrétabb az új szövetségi hit, mert az ószövetség hit elsősorban az Istennek az ígéretén alapult, vagyis a jövőre vonatkozott a hit. Ezt látjuk több esetben, majd remélem lesz a lehetőség, hogy a római, illetve a zsidókhoz itt levél 11. fejezetében néhány példán ezzel kapcsolatosan felhozzak és rámutassak, hogy az Ószövetségben a hit elsősorban jövőre nézett. Azért, mert az ígéretek az Istennek egy olyan előre jelzései, kilátásba helyezett cselekedetei, amit az Istennek az emberi várták, hogy meg fog történni. De nem csak várták, hanem a szívükben bizonyosságot szereztek, hogy ez meg fog történni. Ezért ez a reménykedés, az Isten dolgainak a megvalósulásába való reménykedés hozott létre a szívükbe bizonyosságot. Ilyen voltak az Istenek a szent embereinek a hite. Például Ábrahámról is ugye azt írja a rómaiakhoz írt levél, hogy reménykedve hitte, még sokszor a reménytelenség ellenére is reménykedve hitte, tehát olyan szituációkban is megőrizte a reménykedő hitét, hogy a körülmények teljesen ellentétesek voltak a reménykedő hittének a tartalmával. Cáfolták a körülmények. Milyen körülményt cáfolta Ábrahámnak és Sárának, a reménykedő hitét. Például, hogy elaggott a teste, és képtelenné vált gyermeknemzésre, és ugyanúgy a sára is a terhesség már biológilag lehetetlen volt, hogy legyen, és ennek ellenére nem törődtek ezzel a fizikai állapotukkal, hanem továbbra is Istenek a beszédén állt a reménykedő hitük, hogy Isten, amit mondott, az meg fogja tenni, mert Isten igazmondó Isten, és nem mond az embereknek hazugságot. Ugyanúgy igaz a teljes szentírásra is, hogy az egész szentírásban Istennek a szava mint egytől egyik szín, tiszta igazság. Nincs benne semmi fonákság, semmi olyan dolog, aminek ne lenne meg a, az igazság tartalma, vagyis a teljes igazsága. Tehát pálapos illetve Ábrahám is hit, de az új szövetségben a hitnak jelentős része már történelmi tényeken alapul. Mert a názeti Jézus Krisztusnak az engesztelő halála, vagy helyettesítő halála, az már történelmi tény. A názeti Jézus Krisztusnak az eltemetkezése, hogy valóságosan halott volt, történelmi tény. A názeti Jézus Kisztusnak a harmadik napon való föltámadása történelmi tény. A názati Jézus Kisztusnak a megdicsőülése, tehát a mennybe menetele után, hogy a mennyben az atya megkoronázta dicsőséggel és tisztességgel, és a kezeinek a munkáját mind alárendelte. Mindazokat a dolgokat, amelyek a mennyekben vannak, a földön vannak, és a föld alatt vannak, tehát a, 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 a univerzumnak mind a három alapvető e, e, valóság szintjét a názati Jézus Krisztusnak alárendelte és mindegyiknek a názati Jézus Krisztus olyan módon az ura Istene. És ez azt jelenti tehát, hogy a názati Jézus Krisztusba e, e, vetett hit mint dicsőség ő, urába vetett hit az ugyan számunkra nem látható, de, de egy mennyei tényen alapul. Három történelmi tény, és van egy mennyei tény. És természetesen ezre épül az ő mennyei közbenjáró szolgálata, amit végez mindenkiért, akik őt segítségül hívják, a nevét segítségül hívják, illetve bizalommal mennek a királyi székéhez, és kegyelmet kérnek tőle, és ahogy a Szent Élek mondja, hogy meghallgatja, akik bizalmalommal mennek hozzá a kegyelem királyi széke elé, és segítséget ad nekik, megszabadítja őket, betölti a szükségeiket. És a, a következő a hitnek a, a, a következő része továbbra is a jövőre irányul, mert a názati Jézus Krisztusnak az üdvözítő munkája amit elvégzett, az tökéletes, de mi életünkben való megvalósulása az korszakokat foglal magába. A szellemi és lelki szinten a megváltásnak a megvalósulása a mostani korszakban aktuális, ennek a korszak végén válik aktuálisá a, a befejezése, vagyis a fizikai testnek a föltámadásával érjük el a megváltásnak a beteljesedését, és egyben az életünkben, egyben a kegyelemnek a teljességében is történik egy beteljesülés. De addig mit kell tenned? Pálapostól azt mondja, hogy meneteljünk hit által kegyelemből kegyelemre. Mert ez a lehetőséget. És pontosan Ézsau arra hívja fel a figyelmet, illetve Pálapostól, Ézsauval kapcsolatosan, hogy ne szenvedjünk hiányt Isten kegyelmében. Mert ha kicsi a kegyelem, akkor törékeny az életünk. Ha nagy a kegyelem, akkor több az esély arra, hogy áldott, sikeres, győztes, hívő életet tudsz élni a Földön. Például Pünkösd után is az apostolok nagyon nagy hangsúlyt tettek arra, hogy soha ne legyenek hiányba a kegyelemben például az imádkozás ezt a cél szolgálja, a szellemi élet ezt a cél szolgálja, a hitnek a cselekedetei ezt a cél szolgálja, és különösen hát ezeknek mind az alapja a szellemi, szellemnek a beszédének a hallgatása, ami szintén alapvető fontosságú, hogy meg tudjon történni a kegyelemből való részesedés. És ez a hiány tehát, amit Pál Lapostól mond, vezetett ahhoz, hogy Ézsau végül is elveszítette az elsőszülöttségi jogot, illetve elveszítette előtte az elsőszülöttségi jognak a jelentősége, nem tartotta a jelentőségnek, nem hitt az örök életben, nem hitt a föltámadásban, és miért ne hitted volna a föltámadásban? Hát azért, mert a föltámadás hit már ki lett nyilatkoztatva, például amikor Ábrahám Izsákot föláldozta, és egészen biztos, mert Izsák betöltötte ugyanazt a parancsolatot, mint Ábrahám, hogy Ábrahámnak azt mondta Isten, hogy tudom, hogy a gyermekednek, a fiadnak meg fogod parancsolni Istennek a, gyermek, Istennek a beszédét és ugyanezt Izsák nyilvánvalóan megtette feleségével együtt, Rebekával együtt, a Jákobbal is és Ézseúval is megosztotta Istennek a beszédét, de ennek ellenére a beszéd Istenek a beszéde, mivel hogy Ézseú egészen biztos nem párosította a hittel, ezért egy kicsi kegyelem volt rajta, és amikor egy mély keserűségbe zuhant a lelke, legyengült, el volt csigázva a szíve, a lelke, akkor a keserűség urrá lett rajta, a frusztráltság urrá lett rajta, és elvetette a elsőszülöttségi jogot. A Jákob, aki nagyon szemfüles volt, és észrevette ezt a lelki renyhe, lemondó, letargikus lelki állapotát a bátyjának, kapva kapott az alkalmon, hogy üzletet ajánljon neki, hogy odadom én a, a főzeléket nekem, a vörös főzeléket, de cserébe adod nekem az elsőszülöttségem, mert Jákob tisztában volt ezzel, hogy a főzeléknél összehasonlíthatatlanul többet ér az Ábrahámnak adott ígéreteknek a öröklése, a áldása, és az, hogy ő egy népnek az atyává válhat és belekerül a mesiásnak a család fájába, illetve mesianisztikus emberé válik már előzetesen is. És ez így is lett. És az új szövetségben, ugye, ahogy mondtam, Jákobnál ez reménység volt, de nálunk már történelmi tényként nézünk a názerti Jézus Krisztus üdvözítő munkájára, és természetesen reménységgel nézünk a názeti Jézus Krisztus visszajövetelére, amikor is az igazakat vagy az ekléziáját magához veszi, és az igazakat föltámassza, az élő szenteket elragadja. A harmadik, amiről még nem beszéltem, a názeti Jézus Krisztus első szülőségével kapcsolatosan, az a testvérekre vonatkozik, az egyházra vonatkozik, amire a zsidókhoz írt levél hívja fel a figyelmet. A zsidókhoz írt levél, még később vissza szeretnék lapozni, vissza szeretnék térni a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéhez, mert még van benne olyan fontos tanulság, amit jó megszívlelni nekünk, hogy hűségesek maradjunk az Úrhoz, és így járjunk az Úrban a zsidókhoz írt levél, második fejezet, 11. verszaka következőt mondja, Jézus Krisztusról beszélek most, mind a testvérek közötti első szülöttről. Következő, 11. verszak. Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók minnyájan, amely oknál fogva nem szégyeli őket testvérének hívni. Mondván hirdettem a te nevedet az én atyám fiaina, az anya szent egyháznak közepette, dicséretek mondok neked, és ismét én ő benne bizom, ismét imhol vagyok én is a gyermekek, akiket Isten nekem adott. Majd így tovább folytatja, hogy ugye, hogy a mesiás, a gyermekek testéből és a véréből részesült, és ennek következtében a mesiás a Krisztus, aki teljes mértékben Istennel volt egyenlő a kiüresedése illetve a megtestesülése előtt, így lett nekünk a testvérünk. És a testvériség nyilván az egyházában valósul meg, azok az emberek között, akik az ő születésé, újjász, ő benne való születést, újjászületést elfogadják, és víztől és szellemtől újjászületnek. És a názeti Jézus Kisztusnak egy új szempontból határozza meg a Szent Élek az egyházban való pozícióját. Itt is az egyházban az újjászületett embereknek a a, a, a közösségében, vagy pontosabban most a mostani a témánk alapján, ahogy a zsidókhoz itt levél 12. fejezetet tartalmazza, az újjászületett sereg az egyház, tehát így határozza meg, mert az újjászületett az sereg az az első szülőség jogából részesült szentek, akik az el, elfogadják elsőként a názati Jézus Krisztusban az Ábrahámnak az ígéretét, és ilyen módon újjászületnek, és ezekből jön létre az egyház az első szülöttek seregéből. És e, a testvéri kapcsolatban a názati Jézus Krisztusnak nem csak elsőbsége van, hogy ő volt az első, aki valóságosan halott volt, majd Isten őt föltámasztotta és örökkön örökké él. Ez ugye nyilvánvalóan időben is egy elsőbbséget jelent minden föltámadott ember előtt, de azt is jelenti, hogy ő ebben a közösségben hatalommal bír, de mégis ő a testvériségre is hangsúlyt teszi, nem csak fejkét van az egyházban, hanem testvérként is, és testvérként mondja, hogy nem szégyeli a testvéreket, tehát azokat a személyeket, akik tőle és benne újjászülettek, és benne élnek, nem szégyeli őket testvérnek mondani, nem érzi velük a testvér, nem szégyeli a velük való testvéri közösséget, hanem azt mondja, hogy a, a szégyen helyett inkább, hirdeti nekik az atyának a nevét, és a másik nagyon fontos, hogy a testvérek között, tehát az egyház közepette, a közösség közepette, hirde dicséri az atyát, akitől ö, ö, származik ő is, és származik az egyház is, és ilyen módon az egyházat, mint az első szülött, viszi az atyához, Ajándékul az atyának. És erre nekünk oda kell szánni magunkat, hogy a názati Jézus Krisztus ajándékaként éljünk már most, akik, az, a, a, akiket átad a názati Jézus Krisztus az atyának szent ajándékul. Dicsőség Istennek. Tehát ezért rendkívül fontos, hogy a kegyelemből való részesedésünk ne szakadjon meg a hívő életben. A lást e, Ézsáúnál, ugye megszakadt, nem csak megszakadt, hanem el is szakadt ettől a keserűsége miatt, és az, e, ezt előzte meg tehát ez a vágyakra épülő életvitele, és ezért rendkívül fontos látnunk azt, hogy a kegyelemből egész életünkben bővülködnünk kell, illetve vennünk kell, hogy minél több kegyelem legyen az életünkben. Ezzel kapcsolatosan, hogy hogyan jön a kegyelem, vagy hogy teljesedik be a kegyelem, a hívőnek az életében az egy korintus belérkezít levél második fejezetéhez szeretnék lapozni, és onnét fogom felolvasni 9. verszakot, Tól Istenek az igéjét, amely így szól, hanem amint megvan meg van írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, emberi szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretők számára, vagy készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban Isten kijelentette az ő szelleme által, mert a szellem mindeneket vizsgál, még az Istenek a mélységeit is. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az embereknek a szelleme, amely ő benne van, azonképpen az Istenek a dolgait sem ismeri senki, hanem az Istenek a szelleme. Mi pedig nem e világnak a szellemét vettük, hanem az Istenből való szelleme, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Ezeket prédikáljuk. Nem oly beszédekkel, amelyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Szellem tanít. Szellemiekhez, szellemieket szabván. Az érzéki, vagy az eredeti, az pontosabb, a lelki, tehát a pszichikai ember, pedig nem foghatja meg az Isten szellemének a dolgait, mert bolondságok neki, meg sem értheti, mivel hogy képpen ítéltetnek meg. A szellemi ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg, mert kérte fel az Úrnak az értelmét, hogy megoktathatná őt, bennünk pedig a Krisztus értelme lakozik. Ámen. Tehát itt arról van szó, arról beszél Pálapostól, hogy az Istenek az ajándékai kiosztja meg, és hogyan tud bekerülni az embernek az életében az, ami fönn van a mennyekben, az az életünkben, hogy tud az valóság lenni. És itt a kulcs ö, ö, szereplő a Szent Szellem. Jézus Krisztus fönn van a mennyekben, mint főpap, aki megszerezte az Istenek a javait és az áldásait. De aki által közvetíti, a közvetítő személy, a Szent Szellem, aki a názati Jézus Krisztus és a hívők között végzi a közvetítő szolgálatát, hogy megosztja, kijelenti az Istennek az ajándékait. Ahogy említettem, az ajándék az egyben kegyelmi ajándékok, kegyelem. Mert a kegyelem, ahogyra ismétlem, Istennek az ajándékai. Ezek valóságos ajándékok ami az emberi életet, testet, lelkét, szellemét betölti áldásokkal, javakkal, sőt az anyagi területen is, Istenek a já, áldása, ajándékai ö, ö, szintén ö, megvalósulnak, ha az Istenek az be szívből hisz a hívő. A kurs dolog, tehát a Szentlélek, ezen belül is a Éleknek a beszédét emeli ki, hogy az alapvető fontosságú, hogy a kegyelemből részesedjünk, illetve folyamatosan beteljesüljünk a Szent Éleknek a beszéde. Az első, amit ezzel kapcsolatosan hangsúlyozni szeretnék, hogy az egész Szentírás az a Szent Élek munkálkodásának a következtében érkezett meg az Istenek az embereihez. Istennek az embereit a Szent élek kente föl, hogy írásba ezt rögzítsék. Ez az első, amit tudnunk kell a Szent Szelem beszédével kapcsolatosan. A második, hogy ezt az írást a Szent élek tudja megeleveníteni, fölkent embereken keresztül, mert újra a Szent élek tudja az írott beszédet valóságát tenni. Először nyilván azokban kell, hogy valóságá váljon, a szellemnek a beszéde, tehát a kegyelemben való bővölködés és a kegyelemből való fokozatos részesülés, akik, akik hirdetik, beszélik az Istennek az igéjét. Na nagyon fontos, hogy szent szellem vagy a szellem beszéde által hirdessék az igét. Mert lehet értelemmel hirdetni igét, és lehet pszikai erővel hirdetni igét, de ami kulcsfontosságú, ha ahhoz, hogy kegyelem áradjon ki az emberek életébe, vagyis a beszédnek kegyelem közvetítő ereje legyen, hogy a prédikátor szellem által beszéljen. De ahhoz ugye neki meg kell lennie a kapcsolata annak, hogy szellemben legyen az Istenek az igéjével, az irat beszéddel, amit ugye akkor tud valóságá válni, hogyha a Szentlélek az írott igét megeleveníti, életté, valósággá, természetté, erővé teszi az igazság hirdetőjének, vagy a szellem által beszélő embernek az életébe. Utána tehát alkalmas arra, 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 hogy szellem által beszéljen. Például látjuk az új szövetségben, hogy felhívja figyelmet arra, a Szent Szentlélek által prédikálták az evangéliumot, tehát nem pszichikai erővel prédikálták, nem intellektuális erővel, hanem a szellem által prédikálták az evangéliumot. Pálapostól külön felhívja a figyelmet, pont az egykorintus Korintus 2-ben, ez a fejezet pontosan így kezdődik, hogy nem ment szólásban való bölcsességgel, ékes szólással, azért, hogy a hitük ne E, e, emberi beszéden alapuljon, hanem Istennek a szellemén, Istennek az erején. Mert a hit a, tehát összekapcsolja a, 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 az embert az Isten erejével és szellemével, akkor egészen biztos, hogy a mennyből, a, a csatornán, az Isten igényének az ereje és hatalma, ami a csatornája, ő teszi jelenlevő az Istenek az erejét és kegyelmét, az ráárad egy hívőre. És Pál apostol nagyon nem csak azzal volt elfoglalva, hogy prédikáljon, hanem ő arra tette a hangsúlyt, hogy amikor hangsúlyoz, illetve beszéli az evangéliumot, a hallgatóknak a szíve, a lelke meg legyen érintve Isten szellemétől, és létrehozza Isten szelleme azokat az ajándékokat bennük, amelynek következtében valóságos keresztényi tudnak válni. Sajnálatos módon most már ugye a megtérést akadályozza az is, hogy a kereszténységgel kapcsolatosan sok olyan problémát lát a külvilág, amely előítéleteket, vagy tényleges, hogy mondjam, botránkozást, távolságtartást hozott létre a, a Názeti Jézus Krisztus felé. És ezek nagyon fontosak, hogy ezek ne növekedjenek, mert ha növekszenek, tehát a hívőknek olyan a magatartása, amelyel megbotránkoztatják a kívül valókat, akkor természetesen még több falat húznak föl az emberek elé, a, a, és akadályozzák ilyen módon az embereket az Isten keresésében. És tehát nem csak a, egy helytelen életvitel, hanem, a, hanem ez mellett még ott van egy 2000 éves történet, amely hát sok ellentmondást tartalmaz. És sajnálatos módon nagy nyomás nehezedik ma a hívőkre, hogy egyáltalán őszintén definiálják a világ előtt, hogy mi a kereszténység, mi nem. Ezért gyakran az emberek a kereszténység nevében elkövetett visszaéléseken, akár intézményes formában történt, akár a klérus részéről történt, azt mindazt azonosítják a kereszténységgel. És, és, és ez nagy falakat é, é, húz fel az embereknek az Isten keresésében, és azt gondolják az emberek, hogy a vallás nem old meg problémákat, hanem újakat hoz létre a meglévők mellett. Én ebben nem hiszek, de nagyon fontos, számomra is nagyon fontos volt, hogy tisztában legyek azzal, hogy mi igazából az Isten beszédébe alapján a kereszténység, és mi nem az. Másképp lehetetlenség, hogy közel 2000 éves keresztény világban el tudjon az ember igazodni. Így tudtam rájönni arra, hogy a kereszténység él, és a kereszténységnek van jövője. Mert a názeti Jézus Krisztus a garancia erre. És az igazi hívőknek a legfontosabb az, mint nem úgy, mint Jákobnak az elején, de a legfontosabb az, hogy a názati Jézus Krisztussal együtt éljenek, és a názati Jézus Krisztussal együtt élésből egyre nagyobb mértékben részesülhessenek a názati Jézus Krisztusnak a természetéből, képességeiből, tulajdonságaiból, és ezt a részesülést Isten ajándékként adja a hívőknek. És így teljesedünk be az Istennek a, 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 a kegyelmével, illetve válunk pneumatikus szelemi emberré. De még itt egy fontos lépésről kell beszélni, hogy az, hogy hogyan válik, az ember szellemi ö, ö, emberré. Hogy itt mondja Isten igéje, hogy szellemi ezt, szellemit szabván. Tehát ahhoz, hogy a belső ember, tehát a pneumatikus ember, a krisztusi ember felépüljön valakiben, ahhoz tehát az első feltétel, hogy szellemi beszédet hallgasson. A második, hogy ő is szellemi módon gondolkodjon. Mert másképp, hogyha nem szellemi módon gondolkodik, a szellemi beszédnek a teljes tartalmát képtelen megérteni. Mert pontosan itt hívja fel a pálapostól a figyelmet, hogy az érzéki, illetve a pszikai például egy másik fordítás így tartalmazza, a lelki ember azonban nem fogadja el Isten szellemétől származó dolgokat, azok ugyanis bolondságnak tűnnek számára. Tehát Isten szellemétől származó dolgokat nem fogadják el, ugyanis az bolondságnak tűnnek számára. Mert a szellemi beszédet csak szellemi gondolkozással lehet hallgatni, mert csak így tudja befogadni az ember, vagy legalábbis olyan vágyakozás szükségeltetik az ember részétől, ami a szellemi igazságokra irányul az ember elégedett a pszichi, pszichikai állapotával, minőségével, akkor képtelen befogadni egy szellemi igazságot, mert a szellemi igazság alatt természetesen nem az emberi terméket ér, értem, hanem azt a kinyilatkoztatást, ami az Istenek a szívéből, szelleméből jön, és tartalmazza, hordozza, és teszi jelenvalóvá az Istenek a jelenlétét, Istenek az erejét, azokban az emberekben akik szellemi emberek. Ugye a pszikai ember és a szellemi ember között hatalmas nagy ellentét van, hogy ezt a rómaiakhoz levél 8. fejezete is tartalmazza, hogy a, a, a test gondolata az halál és állandóan ellenségeskedést jelent Istennel, tehát ellenállást. Hoz lét, keménységgel viszonyul Istennek a dolgaihoz, akár az evangéliumhoz, akár az ige hirdetésről, az a megtérésről, és különösen a Szentléleknek a megnyilvánulásairól. Itt a szellemnek a dolgairól van szó, mert a Szent Élek végzi, a, ahogy mondtam, az ajándékoknak a realizálását a hívőkben. De nekünk hívőknek a szellemi beszédet is megfelelő módon kell hallgatnunk, megfelelő módon kell kinyitni a szellemünket, ahhoz, hogy a szellemnek a, 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 a dolgai be tudjanak épülni az életünkből. Ha így hallgatjuk, menet közben, ahogy a szellemi beszédet hallgatjuk, Istenek a szelleme változást hoz létre az életedben, életünkben. Csak gondolj, a Kornélius házára. Hogy Pál apostol, véledve Péter apostol be se fejezte Isten igényének az evangéliumnak a hirdetését, a Szent Élek leszárt Kornéliuszra és háza népére, betöltötte őket a Szent Élek, és elkezdtek nyelveken szólni. Na már, ha már itt vagyok a nyelveken szólásra, hát pontosan a, például a szellemnek ez a, a megnyilvánulása tudja nagyon kiváltani, a lelki pszichikai embereknek, akik egyébként újra hangsúlyozom, lehetnek természetesen természetes élet a rendjének megfelelően intelligensek, értelmesek, okosak, de amikor a szellemnek a megnyilvánulásaival, dolgaival találkoznak, akkor nekik, ahogy mondj, eh, olvastuk, hogy bolondságnak tűnnek. És ugye pünköskor, amikor a Szent Élek leszállt a 120 tanítványra, közöttük voltak természetesen az apostolok is judás kivételével, akkor a szent éleknek a megnyilvánulása érzékelhető volt. A fizikai megnyilvánulások is kísérték nyilvánvalóan, de az egyik általános, ami később azért mondtam általános, mert általában a szentélek, amikor rászállt az emberekre, akkor ezek a ez a megnyilvánulás lehetett tapasztalni. Ez például a nyelveken szólás volt. És hogy fogadták pünköskor a nyelveken szólást? Van, aki csodálkozott rajta, hogy ez meg mi akar lenni, mások pedig a gúnynak a tárgyává tették, és azt elkezdték csupolni az apostolokat, hogy részegek már reggel korán. És pontosan ez az, ami fölindította Péter Apostolt, és kiállt az emberek elé, hogy ezek az emberek, tehát a 120 tanítvány, akikre megérkezett a mennyből a Szent Szellem, ezek nem részegek, nem rúgtak be alkoholtól, nem is vettek be kokót, hanem a Szent Élek szállt rájuk, és a Szent Élek által kerültek, úgymond extatikus vagy akár önkívületi állapotban. És néha nem nemhogy néha előszeretettel válik ez a gúnyolódás tárgyává. Mind a napokban is hallom, hallottam, hogy egy kis egyháznak a, 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 a ima óráján nyelveken imádkoztak, és a nyelveken való imádkozásban átváltoztak értelemmel való imádkozással, és hát ez a hatalmas nagy csufordárosságot, gunyolódást váltott ki, és hát különösen egy olyan újságírónál, aki egyébként is már nagyon is otthonos a gunyolódásban, és előszeretettel szereti cikizni a keresztényeke, így a híd is. De hát az a helyzet, hogy el kell, hogy mondjam, hogy a nyelveken szólás az egy egyik legősibb keresztény imádkozási fajta. Az egykorintus belelkezét levél 11. fejezete azt tartalmazza, hogy imádkozunk értelemmel, és imádkozunk szellemmel is. Az értelemmel való imádkozás azt jelenti, hogy érthető mondatokat mondunk a lelkünkből az Istennek. De van ennél egy minőségibb ima, az, amikor a szellem imádkozik Istenhez. Ezzel kapcsolatosan sok kielentést lehet találni az új szövetségben a szellemi kommunikációra, amikor közvetlenül az embernek a szelleme artikulál hangokat, idegen szavakat, és ilyen módon viszi bele az embernek a szellemét az Istenek a jelenlétébe, és ennek következtében, hogy Pál mondja, hogy amikor valaki ilyen módon imádkozik, vagyis titkos nyelvel imádkozik, ezért ugye, ahogy hallom, lebetűzték a nyelveken szólást, és akkor csodálkoztak, és azon nevetgéltek, hogy értelmetlen szavak. Természetesen az értelem számára úgy tűnik, hogy bolondság. De Isten előtt azért nem bolondság, mert a szent lélekkel való betöltekezésnek az egyik általános jele a nyelveken szólás. És a nyelveken szólásról Pálapostól ugyanebben a fejezetben, az Egykorintus 14-ben azt mondja, hogy a szellem beszél titkos nyelvel. Tehát nem lelki és értelemnek a nyelvével, hanem szellemi nyelvet. A szellemi nyelv teljesen más és ezt a középkorban is azok a szentek, akik át voltak itatva Isten szellemével, szintén a szellemük úgy kommunikált Istennel, hogy nem tudták a, a mindenkor különösen erős Isten jelenlétében artikulálni a szavakat. Egyébként nyilvánvalóan a, so, a guny és a, nevetség, a, 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 a cikizés mögött tudatlanság is van, mert ugye nem ismerik azt, hogyha Istennek a ereje, hatalma rászáll egy emberre, akkor nagyon gyakran a lelki szinten a kommunikáció képessége elvész, elnémul. Tehát nem, nem tud beszélni, mert az Isten ember fölött áll. Nem ezzel a nyelvel kommunikálnak az angyalok, amivel mi kommunikálunk egymással, az Isten sem ezzel a nyelvel kommunikál, az angyalokkal, hanem szellemi nyelvvel. De természetesen, mivel hogy ő mindenható, ha ő akar, bármelyik európai vagy más nemzetnek a nyelvén meg tud szólalni. Például, akik, akik azt mondják, hogy szól hozzájuk az Úr, és valóban nem szillelésről beszélünk, hanem valóságosan erről van szó, a következő, folyamat zajlik le a szellemükben. Hogy a Isten szelleme rájuk helyez egy szellemet a szellemükre. És a tiszta lelkük, a lelkük alakítja át a, a szavakra, mondatokra. És gyakran, például, ha nyelveken imádkoznak, ezek egy artikulátlan, értelmetlen, titkos nyelvvel jönnek ki. Azért beszél a Szentlélek, egy, illetve Istennek az igéje, Pálapostól egy másik ajándékról, a Szent Szellemnek a nyelveken magyarázásnak az ajándékáról, amely értelmezi, amely nem tolmácsolás jelent, szeretném ezt elmondani, hanem a szellemnek az üzenetét ö, fordít, próbálja lefordítani ö, 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 lelki értelmi nyelvvel, emberi nyelvre, ami, hogyha például egy üzenetet esetleg két ember fordít le szellemmel, nem feltétlenül azonos az üzenet, hanem más-más aspektusát vagy világosságát ragadja meg, attól függően, hogy milyen kenet vagy szellem van az illetőben a szellemi kommunikáció teljesen más, mint a lelki, emberi kommunikáció. De természetesen a kettő között kell, hogy legyen kapcsolat, ezért is rendkívül fontosnak tartotta a pálapostól, hogy amikor embereknek beszél, akkor ne nyelveken imádkozzon, mert aki hallja, az számára érthetetlen marad, ezek a titkos nyelvek, és azt gondolja, hogy megbolondultunk. Elment az eszünk. Nem bolondultunk meg, hanem ez kifejezetten Isten és az egyén közötti kapcsolatnak egy rendkívül értékes és áldott eszköze, amelyen keresztül az embernek a szelleme erősödik, fejlődik. Azt gondolom, hogy lehet, hogy ez az egész cirkusz azért jött létre, hogy nem imádkozunk olyan sokat nyelveken, úgyhogy megfogadtam, hogy ezután én többet fogok nyelveken imádkozni, mert én is tudok nyelveken imádkozni, nem én tudok, hanem mivel, hogy betöltekeztem, ismerem a Szent Szellemet, az Istenek a lelkét, betöltekeztem Szent Lélekkel, ezért tudom, hogy a Szent Léleknek milyen megnyilvánulásai vannak, hogy működik. És természetesen igen, kiárathat Istenek az szellemének az ereje, és nagyon sok ilyen példát olvasunk a Bibliában, amikor az embernek az belsejét, a szellemét megragadja, és a külső érzékszervei fölé emeli. És ilyenkor valamiféleképpen a szelleme kilép az emberből, de nem egy kokó által létrehozott élménybe megy bele, mert ugye az rendben van, hogy valaki kokózik, és akkor önkívületi állapotba kerül, és gyakran ilyen emberek gunyolják a Szentlélektől származó kijelentéseken, de hát azért azt gondolom, hogyha azt is kiraknák egy ilyen kokos állapotban valaki, hogy hogy kerül önkívületi állapotban, amit nem kívánok, és azt gondolom, hogy nagyon nagy visszaélés lenne, hogyha ilyent megtennének, mert ezeknek az embereknek segítségre van szükségük, még akkor is, hogyha kokót élvezik de az egészen más az az önkívületi állapot, és a Szentlélek által létrejött önkívületi állapot. Ugyanis a kokó általi önkívületi állapot egy olyan állapotba viszi az embert, amiből a visszatérés után az embernek a szelmisége nem meggazdagszik, hanem kár, közben az önkívületi állapotban kárt szenved. Ezt sokféleképpen lehet bizonyítani, és látjuk, hogy a külsejük is, akik rendszeresen fogyasztják a kábítószer, a magatartásuk, a, viselkedésük, a tekintetük, minden más, mint egy normális ételekkel vagy, vagy dolgokkal élő emberek. A Szentlélek, ha valóban tiszta szellemről beszélünk, mert olyan vannak okult erők, amelyek szintén tudnak hozni létre emberekben extatikus állapotokat, akár látjuk hipnotizálás által, varázslás által, igézések által létrejönnek olyan állapotok, amikor az embernek a vegetatív szerveinek az életműködése lecsökken, és egy ilyen kó, kómás állapotba kerül. De az Istenek a szelleménél következő van, újra elsz, hogy kilép az embernek a szelleme, és nem a semmibe, nem démonoknak a jelenlétébe lép, nem is egy vegyszernek a hatására bolyong az embernek a lelke, és elszakad kicsit az érzékszerveitől, és valami mámoros élményebe van része, aminek alapvetően fizikai anyag az előidézője, hanem az Istennek a jelenlétében, egy magasabb jelenlétében, akár ki, mit gondol, akár a kedves materialista honfitársaink, a menny létezik. A menny sokkal valóságosabb világ, mint a látható világ, mert a menny az örökkévaló, a látható világ elmúló a Biblia szerint, és pontosan Jákob azért tudott Ézsau helyére lépni, mert ő tisztában volt azzal, hogy az örökkévaló, a láthatatlan dolgok, azok sokkal fontosabbak a látható dolgoknál. Ézsau pedig azért bukott meg, mert a látható dolgokat fontosabbnak tartotta a láthatatlannál. És még egy különbség van kettőjük között. A Jákob számára fontos volt a jövő. Ő a jövőnek élt. A Ézsau számára pedig nem volt fontos a jövő. A jelen élvezetéért feláldozta az áldott jövőjét, ami lehetett volna számára. Ez szintén hatalmas nagy tanulság, hogy a jelenünket az élvezet oltárán, vagy a jövőnket az élvezet oltárán ne áldozzuk föl, hanem maradjunk meg az Úrnak a jelenlétében, Jézus Krisztusnak a követésében, hogy az Istennek a szelleme a sorsunkat, a jövőnket formálja, plusz a bensőkben realizálja az Úrnak a természetét, vagyis itt, ahogy mondja Pálapostól, szellemihez szellemi szabván, vagyis azt jelenti, hogy a kegyelmet valóságát teszi a szellemi emberekben, a szellemi beszéd. Dicsőség Istennek. Tehát ezért rendkívül fontos, hogy te a Jákobnak a példáját kövest, és ne Ézsauét. Van a Máté 22. fejezetében egy olyan példabeszéd, amit részletesen nem olvasok fel, de elmondja a, a, ez a példázat, a tipikus reakciót, azokat a reakciókat pontosabban, amelyek tipikusak az úrnak az elhívására. Ugye itt a mennyei mennyegzőről van szó, arról szól ez a tört, példabeszéde, hogy egy király a fiának mennyegzőt rendez, elrendez mindent, és utána hívja a meghívottakat. Nézzük a meghívottaknak, hogy hogyan reagálnak a, a hívásra. Ez ugyanazt jelenti, mint amiről eddig beszéltünk, hogy ki hogyan reagál, hogyan viszonyul az Istenek a láthatatlan dolgaira, hittel válaszol-e rájuk, és engedelmeskedik neki, vagy pedig nem. A következő, az első reakció, tehát a meghívottaknak, a következő tartalmaz, a harmadik verszakban olvasjuk, olvasuk, hogy elküldi a szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a megnyegzőre hivatalosak, valának, de nem akarának vala eljönni. Tehát az első dolog, hogy egyáltalán nem akarnak. Tehát teljesen más akarattal akarnak élni, ők nem akarják tudomásul venni az Istennek, hogy van akarata az életükre vonatkozóan, és az Isten igényelmek pedig nem más, így az evangéliumban a megtérésre való hívás is nem más, mint Isten közli veled, hogy az életedben mi az ő akarata. Az, hogy térjél meg teljes szívedből a názati Jézus Krisztushoz, és Jézus Krisztussal béküljél meg az Istennel, és ne kokozzál, ne paráználkodjál, ne hazudozzál, ne e, 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 csupolda az embertársaid, ne alázd meg, hanem éljél Istennek kedves, e, Isten előtt kedves életet, amit Isten kedvel. Ez pedig Istennek az akaratából tudod ezt megvalósítani. Az akaratot pedig az ige tartalmazza. Tehát e, egyszerűen emberek döntenek, hogy nem, nem akarom. Tehát ez az első. Én azt gondolom, akkor vállald a következményedet, következményt erre a döntésedre, hogy Isten ö, 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 minden embert megítél a Biblia szerint, ha elfogadod, ha nem fogadod el, akkor is ősidők óta az igazság hirdetőinek ezt a tényt közölni kellett, hogy van menny, van pokol, a, az egyik helyen áldás vár, az ígéreteknek a teljes megvalósulása, másik helyen meg azt is elveszíted, amit eddig van. Tehát ez a nem akarom e, reakció. A második fontos reakció az ötödik e, verszakban van, hogy de azok nem törődtek vele, tehát a hívással, elmente az egyik e, maga szántóföldjére, másik maga kereskedésére. Tehát itt a törődésről van szó, nem utasítják el, nem ellenségesek az, az Isten dolgaira, hanem teszik továbbra is, mintha mi se történt volna, mintha nem szólt volna soha az Isten hozzájuk, de nem is ellenségesek, továbbra is csinálják a, a maguk dolgát, tehát ahogy mondja, a, a foglalkozásukat és az üzletüket, üzletelgetéseiket sokkal fontosabbnak tartják, mint például az Isten elhívásának, vagy akár az első szülötségi jognak a megszerzését Jézus Krisztusban. A következő típus az, akik a hatodik verszakban vannak, hogy ők már agresszívan reagálnak, van egy ilyen típus, akik bántalmazzák, zaklatják, gúnyolják, égetik, és nyilván nem ők, de vannak olyanok, és vannak most is a világban, például a sok ilyen ember, ember van sajnos, akik még meg is ölik a keresztényeket. Tehát az a következő. A negyedik típus az, akik elfogadják a hívást, és fel is készülnek a mennyegzőre. Egy ötödik típus pedig az tartalmazza, hogy elfogják a, elfogadják a meghívást, de nem készülnek fel, és nem lesznek készek a mennyei mennyegzőre. Tehát ezért az Úr Jézus Kisztus hatalmas nevében. Kérlek, ne az ézsau a példáját kövesd, mert Ézsau megvetette az áldást, majd később kereste ugyan, illetve megbánta, de nem találta a megbánás helyét, mert nem az izsák előtt kellett volna sírnia, mert ő esküdött meg, hogy odaadja Jákobnak, és Jákob ezt megtoldotta még egy csalással, és csalással megszerezte az áldást. De igazából unak kellett volna tükörbe néznie, és meg kellett volna értenie, hogy ne a testvérét gyűlölje Jákobot ezért, hanem ő okozta saját magának a bajt, ő miatta került ki, illetve saját miatt, a testi élete miatt és a rossz döntése miatt került ki Istennek az áldásából. Adja meg Isten neked azt a kegyelmet és világosságot, hogy te ilyen helyzetben ne, ne, jár, ne e, e, kerüljél, kövess Istennek az igéjét és tanuljál ésennak a példájából, ne kicsi kegyelemmel éljél, és ne frusztráltan, hanem nagy kegyelemmel éljél, és akkor olyan ember leszel, mint a bibliai hit hősei, akik hit által szereztek maguknak jó bizonságot, és nyerték meg Istenek az kegyelmét és áldását. Ezt kívánom nektek, hogy a hitben járjatok, éljetek Isten dicsőségére, és teljesedjetek be Istenek a jelenlétével, és ne szégyeljétek a szellemnek a dolgait, hanem vegyétek az Istenek a szellemét, és becsüljétek meg a szellemnek a beszédét, és szellemi módon gondolkodjatok róla, és fogadjátok be, és így fogtok épülni az Urban és el fogjátok érni, ahogy mondja Pálapostól, Krisztusban a teljes érettséget, amikor is teljesek lesztek, velem együtt remélem a Krisztus ismeretével. Isten áldja meg benneteket gazdagon, legyetek erősek, egészségesek, és örvendezetek annak az Úrnak, aki megváltott benneteket, és mindent elkészített számotokra, hogy áldottak, sikeresek legyetek, és örök életetek legyen.